Han Endre, a Medián ügyvezető igazgatója a következő vendégem. Jó reggelt kívánok, üdvözlöm. Jó reggelt kívánok. Előző percekben Újhely Istvánnal mondjuk azt, hogy uniós politikai kérdésekről beszélgetünk, de ezeknek mindnek van természetesen hazai vonatkozása. És az önök legfrissebb mérése is igazából az EP választás utáni helyzetet térképezte fel. Mik a legfontosabb megállapítások? Igen, és láthatóan nem maradt hatás nélkül az EP választás. Vagyis ami ott történt, az mondhatnám, hogy folytatódott, abban az értelemben is, amit minden alkalommal választások után tapasztalunk, és úgy nevezünk, hogy a győzteshez húzás. Ebben az esetben ez egy kicsit sajátos, mert hiszen a Fidesz győzött, megnyerte ezt az EP parlamentet. De ott növekedést ez nem eredményezett. Nem, ott stagnál. Ez, igen, hát magasan, elég magasan. Magasan stagnál, szóval ugyan, de stagnál. Onnét már olyan nagyon, hát lehetne, de nem nagyon várható komolyabb növekedés. Az az izgalmas, hogy akik, van az a két párt, amelyiket általában a választás követő elemzések is győztesnek tekintettek, a DK és a Momentum. Ezek azok a pártok, amelyek ebben egy ilyen közvéleménykutatásban mindig feltételezett most vasárnapi választásra, országgyűlési választásra kérdezünk. Ez a két párt az, amelyik erősödött és stabilizálta a helyzetét. Picit, ha maradhatunk a DK-nál, azért gondolom kiemelten különösnek az ő fontos helyzetüket, mert hogy az ellenzék hogyan van egymással, összefog, nem fog, akárhány éve nézzük, igazából mindig Gyurcsány Ferencnek a központi pontja, hogy van, aki össze akar vele fogni, van, aki meg nem. Most ugye az az érdekes helyzet áll elő, hogy a DK népszerűsége nő határozottan, Dobrev Klára népszerűsége nagyon határozottan nő. Ugye, ha jól látom, az ő népszerűsége, jó, rosszul írtam fel az adatot, úgyhogy nem látom, több százalékponttal nőtt. Gyurcsány Ferencé viszont nem. Tehát nem, mintha a DK fölött lenne egy üvegplafon, hanem Gyurcsány Ferenc felett lenne egy igen, üvegplafon. De mi lesz ebből? Ebből a szempontból azért lássuk be, hogy nagyon szerencsés húzás volt az, hogy az európai parlamenti választáson Dobrev Klárát az igen, a frontvonalba. De aztán majd egyszer csak valamikor lesz a DK-nak vagy az ellenzéknek egy miniszterelnök jelöltje. Jaj, hát annyira ne szaladjunk előre. Szerintem ezek a dolgok változhatnak, és Gyurcsány Ferencbe is szerintem a legutóbbi idők mindenképpen azt mutatták, hogy megvan az a bölcsesség, hogy jól fölméri a lehetőségeit, és nem egyedül van, hát azért abban a pártban van néhány elég jól szereplő frontember, most az európai parlamenti képviselők közé is többen bekerültek, tehát én erről még azért nem korainak tartom. Jó, hát a DK perspektívikus jövője az nagyon sok kérdésre rejteget azért magában. De igaza van, menjünk vissza a jelenlegi helyzetre. Voltak már itt azért érdekes húzások, hogy egyértelműnek tűnő miniszterelnök jelöltek helyett odaállítottak valakit, említhetném Horn Gyulát is, Orbán Viktort is, tehát ez nem mindig olyan egyértelmű. Nézzünk egy másik érdekes pártot és kérdést az ellenzéki oldalon. MSZP 6%-on állnak, nem nagyon tudnak növelni ezen. Ellenben ott van Karácsony Gergely, ugye a közös főpolgármesteri jelöltjük, illetve most az ellenzék közös jelöltje, aki 33-ról 37%-ra növelt a népszerűséget. Ez egy elég egyértelmű növekedés. Egyértelmű növekedés. Az MSZP, mint párt nem profitál Karácsony Gergelyből, ő viszont, mint személy úgy tűnik, hogy egyre népszerűbb. Hát, de ő sem az MSZP-ből profitál. A kampányban feltehetően ő már nem egy MSZP-s jelöltként fog végigmenni, hanem éppen az a lényeg ebben, hogy mögé állnak várhatóan, és nem hiszem, hogy fölrúgnák ezt a megállapodást a többi ellenzéki párt, tehát ő egy közös ellenzéki jelölt lesz. És az ő esetében is ugye az jött be, amit már említettem, hogy a győztes egy kicsit igen, többet kap, hiszen ő megnyerte a budapesti előválasztást, ezzel címlapokra került, ezzel azért eléggé nagy sikert aratott. Ha már így ezt felvetettük, ön szerint Karácsony Gergely egyébként majd a szavazólapon, az önkormányzati választáson úgy fog szerepelni, hogy az lesz mögötte, hogy független? Tehát ő teljesen hivatalosan független jelöltként fog indulni? Erről nekem nincs határozott. Mert ugye egy érdekes kérdés, hogy a párbeszéd politikusáról beszélünk, de mindenki igen, támogatja. Ott lehet mögötte zárójelben több párt is
volt már. Vagy akár az, hogy az általuk támogatott. Igen, igen, én erre számítok inkább. Ha már önkormányzati választásnál tartunk, nem tudom mennyire kelt ma korán, vagy mikor érkezett be hozzánk az ATV-be. Mindenesetre Sermer Ádám volt az első vendégünk ma az adásban. És bár ő azt mondta, hogy ez... Szabadai Viktor, elnézést, bocsánat, igen. És ő azt... De Sermer Ádám továbbra is jelölt, ha jól tudom. Igen, nem tudom, igen, nem véletlenül, igen. Elnézést kérek. És ő azt mondta, hogy a liberálisok a budapesti kerületek legalább felében önálló polgármesterjelöltet fognak indítani. Ezt hogyan lehet elemzői szemmel értelmezni? Hát engem ez nagyon meglep. És nem szeretném nagyon alaposan elemezni, csak azt mondom, hogy ezzel az ellenzéki összefogást megtorpedózzák, de nem hiszem, hogy olyan túl nagy jelentősége lenne, olyan túl sok százalékot elvinnének. Mennyit tudnak ma a liberálisok Budapesten elvinni? Mégis, ha valahol léteznek a liberálisok, akkor mondjuk Budapesten. Igen, de a felméréseinkben általában az utóbbi hónapokban nem érték el az 1%-ot, ezért is nem szoktuk föltenni őket a publikációinkban, a grafikonokban. Igen, mert már nem szerepelnek az egy százalék, az 1% az minden alkalommal ugyanúgy megkérdezzük, tehát ugyanúgy rajta van azon a játékos szavazólapon, amit a választóinknak átadunk, amikor megkérdezzük őket, hogy kire szavaznak, de hát egyszerűen nem nagyon jönnek be. Ön, mint elemző, a párt részéről ezt a lépést hogyan értékeli, hogy azt mondják a liberálisok, hogy nekik kevésbé fontos az, hogy sikeres legyen a kormánypárti polgármester jelöltek legyőzése. Egész egyszerűen fontosabb az, hogy ez a párt még látszódjon. Hát ugye, hogy legyenek jelöltjei, lehessen valamilyen kampánya, hogy azt mutathassák, hogy mi még létezünk, és valamilyen fajta túlélési lehetőséget jelent. Ezt én megértem ebben a helyzetben, azonban mégis, ha beleálltak volna az összefogásban, akkor is szerepelhettek volna ennek a részeként, és elmondhatták volna a saját politikai álláspontjukat. Nem tudom ezt egyelőre, engem meglepez, hogy ezt végigviszik. Még nagyon röviden, kormánypárt, azt mondta Újhely István, hogy az, amennyire támadják a szakbizottsági jelöltek meg nem szavazása kapcsán az ellenzéket, az igazából abszolút az önkormányzati kampány része. Megint el lehet mondani az ellenzéki pártokról, hogy hazaárulók, bevándorláspártiak. Ez már abszolút az önkormányzati kampány része? Mit gondol? Hát ez egy folyamatnak a része, amiben most egy fontos állomás lesz az önkormányzati kampány. Mindenképp én is súlyosnak tartom ezt a fordulatot, mert megijesztheti a választók egy jelentős részét. Azt hogy érte, hogy megijesztheti? Elijesztheti? Elijesztheti. Az ellenzéki szimpatizánsokat? Hát szerintem ez a veszélye megvan ennek. Mondjuk az, hogy bevándorláspárti a magyar ellenzék, azt mondjuk évek óta hallgatják az ellenzéki szimpatizánsok. Igen, és el is hiszik. Szóval ez, tehát, hogy lehet, hat ez a kommunikáció. Ez működik, ez a kommunikáció. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt ma reggel. Köszönöm.